Budapest is a really, really nice city. The Jewish community here is very warm, and we felt like at home here. I was thrilled seeing Agnes Kelly in the stadium at the opening ceremony. Judith Polgar lighting the torch with Agnes together. To be here in Budapest with you tonight, the opening of the European Maccabi Games, the organizers and the fans, and especially the Jewish athletes in the stadium tonight. A Maccabi játékokat ugyanez a törekvés hívta életre egykor, hogy a teljesítmény sikert arasson, és a játék közösséget teremtsen. The city's amazing. It's a lot different than America, but I've had a great time. I went sightseeing, took a tour, and they're both really fun. I think the atmosphere is great. Budapest is a really cool city. The atmosphere among the athletes is very friendly yet competitive. It's sport. There's a lot of people here from a lot of countries that came from quite far across Europe, across the world. So it's very cool. The atmosphere is really alive, and it's very, very fun. It was not a closed Jewish event, it was a real Hungarian event. We saw the hospitality of this country to our people, and this is something that I hope that it's going to open many doors for the future of the Jewish community here in Hungary to understand that Jewish people are an integral part of this community. It's not Jews in Hungary, this is a Hungarian Jewish community. Az egyértelművé vált, hogy a sport az része a zsidó közösségnek, része a zsidó kultúrának. Magyarországon az 1930-as évektől kezdve, a magunk mögött hagyott 80 esztendőben, ilyen széles nyilvánosságot, messze a zsidó közösségen túl nyúló nyilvánosságot, érdeklődést kiváltó zsidó esemény nem volt. Én úgy látom, hogy a magyar zsidó közösség ráeszmélt arra, hogy milyen lehetőségek vannak ebben a rendezvényben. Úgy gondolom, hogy az indulók létszáma, illetve az a sokaság, akik befogadták az ide érkező delegációkat, akik megmutatták a magyar zsidó közösségnek a sokszínűségét, én azt gondolom, hogy ez mind-mind pozitív hatással kell, hogy legyen erre a nem is olyan szűk közösségre. Kaptunk a játékok előtt egy ígéretet, egy ígérvényt a magyar kormánytól, hogy lesz egy második fázisa ennek a történetnek, lesz folytatása, és Budapesten föl fog épülni egy zsidó sportközpont. Ne feledkezzünk el arról a kézzelfogható építkezésről, ami néhány hónap múlva kezdődik el, felépül itt Budapesten egy olyan zsidó sportközpont, ami a létesítményekkel, a sportolási lehetőségekkel fogja tovább erősíteni a zsidó származású budapestiek ide érkezőknek a sportolási lehetőségét, és ezen keresztül azt, hogy a sport az továbbra is segítse a zsidó közösségnek a erősödését. Everybody being here is a winner, because you meet new people, new connections, new friends,
You learn a lot about the different country, you learn a lot a new Jewish community in a different country. Nagyon jó a hangulat, még csak a harmadik nap van, de már rengeteg az új barátom, és mindenki jóban van mindenkivel. A Maccabi mozgalom azért tud segíteni, mert hogy rendkívül nyitott a kulturális, a tradicionális értékekre a sporton keresztül. Tehát a sporton keresztül tudja megközelíteni és közelhozni a Maccabi tagokat, a játékosokat, a sportolókat ahhoz a zsidó értékekhez, ahhoz a tradícióhoz, amelyet akár a vallásos zsidóság is képvisel. A Maccabi játékok egy nagyon fontos rendezvény, ami nem csak sportérték, hanem közösségépítés szempontjából is nagyon fontos, és hisz találkozik a zsidóság, az európai zsidóság, és hát meghívott Európán kívül országok. Nagyon sok fiatal van, ami nagyon örömteli, és nagyon örülünk neki, hogy a magyar csapat is nagyon jól szerepel. Games like this, that's a great opportunity, it's a great platform to get those people to know each other, to have a first contact or even to meet with old friends that you met before. Hihetetlen érzés, hogy olyan sportolók között lehetünk, akik mind szakmailag, mind emberileg nagyon jó fej mindenki. Hatalmas nagy élmény és baromi jó hangulat van mindig. It's a feeling of being united and it's a wonderful opportunity to practice our sport with love and the people that love the same things. Both the Israelis and the diaspora need this strong connection, and I think that those kind of games are very, very important in order to make sure that we're going to strengthen the connections between Israel and the diaspora. Ezek komoly meccsek, azt gondolom a mérkőzések jelentős része azért színvonalas, nagyon erős játékosokkal is megtűzdelve. Az oroszok kifejezetten kemény játékosok, nagyon képzettek, de sosem volt durva. Tehát mindig kemény meccseket játszunk, de sosem volt durva. We're doing quite well and the games as a whole have been an outstanding experience. All the activities they have planned for us have been really enjoyable for all the coaches and players here. Asztali teniszben, vívásban voltak nagyon izgalmas mérkőzések. Vízilabdában hála Istennek a mezőny fölé nőttünk, a junior és a felnőtt csapat is. A vízilabda meccseket néztem elég nagy sűrűséggel, nagyon jó hangulat volt, szerintem túl jó volt a magyar csapat, tehát hogy egyszerűen tényleg végigvertük az egész mezőnyt, picit úgy, mint az amerikai kosarasok szokták. Hoztuk a hazai pályát, nagyon sokan kilátogattak, szülők, ismerősök, barátok, csapattársak, annak nagyon örülök, ami mindig hiányoltam én a magyar delegációknál, hogy nem mennek ki annyira egymás mérkőzéseire. Most itt megvolt akár a Night Run-nál, akár a kosárlabda mérkőzéseken, akár a vízilabda mérkőzéseken, akár a futszálnál. Tenisznél is rengetegen ott voltak, alig fértünk el. Szóval itt nem csak a sportról van szó, hanem ez egy ilyen hatalmas család, aki itt összegyűlt. Azt látom, hogy annyira boldog itt a gyerekem, hogy ilyen közösségben játszhat, és felszabadultan, és tényleg tegnap is a meccsen maximálisat tudott nyújtani. Nekünk ez most azért nagyon különleges itt Budapesten, mert először indulhattunk a saját lovainkkal. Izraelben mindig bérelt lovakkal kellett indulni, ami hát nagyon nagy kihívás volt. A group of 10 players came with us, with three people that were 24/7 around them. We played twice versus USA and Hungary. They played mix, and it was a great time for both teams, from the regular basketball players as well as the special needs team from Israel. And I was there in both games. And to see how they play together was the winning. It really doesn't matter the final score. So that was amazing. Inclusion, that we are one people, that even if it's special needs sports, it doesn't stop you to participate in a worldwide Maccabi event. It proves that our movement is open to every Jew who wants to participate in sports. We'll be right back.
So many emotions. Very excited, a little bit stressed. I think most of all there is a lot of mental, it's like a mental game. Because the jumping itself is pretty, you know, we are experienced enough. But riding in a team is special, which we don't usually do. And it's still a championship, so there is a lot of emotions, a lot of pressure, a lot of excitement. 15. Maccabi Európa játékok első érmét engedjétek meg, hogy átadjam a kiváló magyar futónak, aki 10 nap alatt 533 kilométert futott. Felkérést kaptam, hogy ezt a futást csináljam meg a Maccabi Vac elnökétől, hogy kössem össze a múltat a jelennel, és ezzel népszerűsítsem a Maccabi játékokat. Jó volt látni ennyi magyar sportolót, 250 fölötti magyar létszámmal egy ekkora delegációt, ami nekünk mindig csak álom volt, és hazai közönség előtt ez sikerült, ez egy nagyon jó érzés volt. Dada, as you may know, he's Hungarian, so this was the first connection. Second, he's an active coach in Germany, in Berlin. So this was the idea of combining those two things. Just like, for example, we did with Bela Reti, who's a quite famous sports moderator on sports shows. He does the talking, also Hungarian. And so we asked those guys if they don't want to contribute something to the games, and they both were immediately on board and said yes. Én azt gondolom, hogy Budapest a vendéglátó, erre az ember büszke, szívesen vagyok itt, tehát ha kérdeznek, valami szívesen segítek. Mi, hogy Berlinből jöttem, meg Németországból, hogy ismernek a sportolók, így ilyen szempontból szerintem teljesen mindegy, hogy ki honnan jön, hova tartozik, a fociban a karakter a lényeg, a személyiséged a lényeg, és a végén az, hogy a csapatban együtt játszhassál, meg a részvétel. Ilyen szempontból én is most egy részvevő vagyok, és szívesen vagyok itt. A saját magunk mércéje szerint talán soha még ilyen színvonalas, soha még ilyen komoly eredményeket felmutató nem volt a Maccabi Európa játékok. A szervezést illetően nyilvánvalóan elfogultan tudnék csak beszélni, de hogyha még az udvariassági formulákat levonom azokból a beszélgetésekből, amikor sétálva a legkülönbözőbb versenyeken megállítottak dán és spanyol, holland és francia, német és amerikai versenyzők, csapatvezetők, és elismeréssel beszéltek arról, hogy milyen jól érzik magukat, mennyire gördülékenyen működik ez a bonyolult gépezet, aminek köszönhetően meg lehet rendezni egy ilyen nagy versenyt, akkor azt kell mondanom, hogy jól vizsgáztunk egy ilyen nagy nemzetközi sport, kulturális varrás és közösségi esemény lebonyolítását illetően is. Tehát, ahogy ezt pestiesen szokták mondani, szerintem a Maccabi Európa játékok az 10/10. Az egészet, hogyha így egyben nézzük, elképesztően jó és fantasztikusan sikeres rendezvény volt a 15. Maccabi játékok itt Budapesten, és akik mi szerveztük, ugye, és akik benne voltunk a részletekbe, és beleláttunk a részletekbe, ezer problémával találkoztunk. De én úgy gondolom, hogy ezeket mi mindnyájan veletek együtt, vagy megoldottuk, vagy átsiklottunk fölötte, és az egész az valami egészen csodálatosan sikerült. Nagyon jó a hangulat, a versenyeken elképesztően jó. Hozzáteszem, jobb versenyzőnek lenni, mint szervezőnek, mert a versenyeken fantasztikus atmoszféra van, úgyhogy én mindenkinek, tényleg önkéntesektől kezdve végig, akik ebbe az egészbe benne voltak, csak gratulálni tudok, és akik segítettek, hogy ez létrejöjjön, beleértve a magyar kormányt, a Maccabi Vacot, beleértve az MTK-t, azoknak meg nagy köszönet ezért. Magyarországon ilyen méretű multisport esemény soha nem volt még. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan előkészítettséget igényelt rendezvény a játékok megrendezése, amelyre tapasztalattal nem rendelkezhetett senki. Általában a Maccabi Európa játékok a versenyhelyszínek tekintetében egy koncentráltan megszervezett versenydömping. Nálunk ez a 12 különböző versenyhelyszínnel egy olyan tapasztalatot nyújtott, ami jelenleg azt gondolom, hogy egyedülálló.
Maccabi játékokon több száz önkéntes volt jelen, különböző korosztályokból. Van műfordítónk, van mérnökünk, vannak jogászok, közgazdászok, orvosok, vannak hallgatók, vannak középiskolások is közöttük, és nagyon sok a nyugdíjas is. Például legidősebb önkéntesünk Amerikából érkezett, de a hazai hölgyek is kitettek magukért. 70 év fölötti önkénteseink is vannak, akik végig dolgozták velünk a hetet. Up in the stars. Versenyhelyszíneken a kóser étkezés, a kajálás, próbáltam kerülgetni ezt a talán kicsit pongyola kifejezést. Ez mindig egy bonyolult feladat. 2300 sportoló, 3000 akreditált részvevő, és nyilvánvalóan a segítőknek is gondoskodni kell az élelmezéséről, de azt tudom mondani, hogy e tekintetben is jelesre vizsgázott a szervezés, jelesre vizsgázott Budapest nagyszerű kóser konyhája. Standard of the venues on a very high level. I think the Hungarian Sports Federation did an amazing job. Futball tekintetében majdnem egy világbajnokságot bonyolítottunk le. 6,5 versenynap alatt 61 mérkőzést rendezünk. A világbajnokságon 61-66 mérkőzés van 3 hét alatt. A helyszínek kiválóra vizsgáztak. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, ez a munkatársaink aktív, pozitív közreműködése nélkül lehetetlen lett volna. Azt gondolom, hogy mindenki, aki tett azért, hogy ezek a helyszínek versenyre alkalmasak legyenek, ezúttal is köszönetet érdemelnek, és én azt látom, azt gondolom, hogy valamennyi versenyhelyszín kiállta a próbát, és kiváló színvonalú versenyeket tudtunk lebonyolítani. Sky will shine tonight. Up in the stars. That's where you are. Up in the stars. That's where you are. That's where you are. Nem csak sport van, hanem van kultúra és van tradíció, és a Dohány utcában volt egy olyan péntek esténk, ami tényleg emlékezetes marad, és amikor 43 nemzetnek a sportolói, a vendégei közösen együtt elénekelték a Hatikvát, az izraeli himnuszt, most is beleborzongok. Szóval fantasztikus, fantasztikus hangulat volt. Ez tetszett talán a legjobban. The memorable moment for me was, of course, Friday afternoon in Dohany Synagogue, seeing 2,500 participants of these games from over 40 countries, from all over the globe, showing Jewish unity, showing actually the strength of Jewish peoplehood, showing Am Yisrael Chai, the people of Israel are alive, and with the history of this synagogue, and then showing them all these young people
This is actually something that thrilled me very much. This was really goosebumps, and everybody who was there will never forget this 1 hour in Dohani Synagogue. That was the wow. It's impressive having such a huge synagogue. I mean, it's the second biggest in the world, as far as I know, biggest in Europe. Having it filled with so many Maccabi players, this was incredible. You know, to enter the MTK Stadium was fully crowded with the Jewish community, the Maccabi World Union management, and guests from all around the world. It was a great experience. We were the first delegation who entered the stadium. And I think that was one of the strongest feelings that we're taking from here. The German delegation, we had a nice choreography, or in my opinion, it was a nice choreo, where we entered the stadium and all of a sudden the whole delegation sat down and opened a corridor where we can transport our flag, and we did some confetti shooting. We brought our Maccabi bear in a costume, we even brought two, and this was the most emotional moment for us. Hogy legyek szubjektív, és hogy legyek elfogult, nyertem egy aranyat. Tehát, hogy ez számomra egy olyan élmény, amire nem is számítottam. Ugye én soha nem voltam úszó, bár rendszeresen úszom. Ilyen öreg urasan és szépen eltempozgattam. Most a játékokra egy picit gyorsítottam a saját tempomat, és úgy látszik, ez elég volt. Ez nekem egy nagy élmény volt, a himnuszt eljátszották, a kollégáim, a barátaim ott voltak és tapsoltak, úgyhogy maradandó élmény ez. Shaul Adani, as you may know, he's one of the few survivors of the Munich 72 assassination on the Olympic Games. So he survived this attack. He's a 100% Maccabi man. It's unbelievable if you talk to him, if you hear his stories. He never stopped with sports. He never stopped with his positive way of thinking. He's 83 years old now. He did the half marathon over here after surviving several wars. The Holocaust, the Munich assassination, several wars in Israel. By the way, he's also a professor for mathematics and still running this massive distances. And I stood there crying. It was an incredibly emotional moment for me. I never would have thought that I will meet people who survived this situation. So Maccabi gave me this present. For him, I think it was very, very important. Somebody born in Hungary during the Holocaust, then coming back after so many years, running through his city on a night run. I think it's a memorable moment for all of us to have a Shoah survivor as part of our games. It gives a message that we're building on really horrible times for the Jewish people. We are building our future on our memories. And this is a typical message that we as Jewish people give. We move on, but we respect and we never forget our past. Wherever we go, whatever we do, it's very important for us that the center of, be it the Maccabiot or be it Pan American Games or the European Maccabi Games or any kind of Confederation Games, to show to everybody who attends the centrality of the State of Israel in our hearts and also in activities. That's why the Israeli Night is so important. That's why the Israeli Center on the Hub was so important for us. The Maccabi Games promotes Jewish sport, so it's an interesting mix, because as much as we're separated in our countries, we're united in the fact that we're all Jewish and we're traveling around the world doing our own sport
at this time being on our own teams from our own countries, yet also being on a team as Jewish people. The greatest Jewish events in the world are being done by Maccabi. You know, here in Europe, the biggest multi-sports event, the Maccabia is the third biggest sports event in the world. So we are certainly on the map in that. 15 millió zsidó él. Itt a Maccabi játékokon 2500 sportoló volt körülbelül. Hogyha ezt az arányszámot nézzük, és azt mondjuk, hogy a világon van 8 milliárd ember, akkor egy olimpián 1,1 millió sportolónak kellene lenni. Tehát, hogyha ezt az arányszámot nézzük, akkor a Maccabi játékok abszolút sikeresek voltak. Közösségszervező ereje van. Fun run means when we do it in the communities, gives a bondage to the community, gives an opportunity for charities to collect money for their organizations, and eventually the idea behind it is to have one day an international Maccabi Day. Odafigyelt a társadalom erre a sporteseményre. Nagyon jó sajtója volt, mind jobb, mind baloldali sajtóba, és úgy gondolom, hogy ez maradandó maradt. Tehát erre mindenki fog emlékezni, hogy itt történt valami olyan, ami korábban soha nem történt. A 15. Maccabi Európa játékoknak, a budapesti Maccabi játékoknak leírhatatlan, fantasztikus, csodálatos volt a hangulata. Valami olyan egészen különleges Maccabi hangulatot, Maccabi fesztivált varázsoltak ide a központi versenyhelyszínre, valamennyi sportesemény helyszínére, de talán túlzás nélkül mondhatom egész Budapestre, hiszen a versenyeket követően szerte szétsétálgattak a gyönyörű fővárosunkban. Hagyj mondjak köszönetet a budapesti polgároknak, mert elképesztő, hogy mit kellett tűrniük, mert azért ez egy nagyon nagy rendezvény volt, rengeteg útlezárással, korlátozással, stb. És ezt végül is Budapest népe el tudta viselni, úgyhogy köszönet nekik. Ebben az utazásban egyetlen egy olyan ember volt, aki nem tudott velünk együtt jönni. A kezdetektől volt egy olyan munkatársunk, Stern Péter személyében, akivel együtt gondoltuk ki magát az egész rendezvényt. Sajnos ő most már egy évvel ezelőtt eltávozott közülünk. Ha már ki kell emelni talán egyetlen egy momentumot a játékok kapcsán, én azt gondolom, hogy valamennyiünk, akik ismertük, valamennyiünk, akik együtt dolgozhattunk velük, fontosnak tartottunk, hogy Samu fia ott lehetett a megnyitó rendezvényen, és valamennyien úgy gondoljuk, hogy ha látja azt, hogy mi lett ebből az egészből, akkor ő is úgy gondolja, hogy érdemes volt. I really loved being here and seeing so many happy faces during these games, that when I go home, I think job well done.